A képviselők tárgyalták és elfogadták a tavaly támogatott civil szervezetek beszámolóit. Ezt követően döntöttek arról, hogy 2012-ben mekkora összeggel tudják támogatni az egyesületeket. A határozatok értelmében a nem sport céljára kérelmezőknek közel 1,3 millió forintot adnak. A sporttal foglalkozó szervezetekkel külön tárgyaltak. Itt a legnagyobb hozzájárulást, 2,5 millió forintot a labdarúgó klub kapta. Ezt követően tanácskoztak a 2011-es költségvetés teljesüléséről. Finanszírozási problémáik nem voltak. Mondhatom ezt mindazok ellenére, hogy a költségvetés tervezetben, illetve a 11-es költségvetésünkben nem irányzott bevételi összegek nem teljesültek. Ez 100 millió forint fölötti nagyságrendet jelent. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy az említett költségvetésben megfogalmaztunk legalább 60-65 millió forintos hitelállományt. Most erre nem volt szükség ennek igénybevételére. A pénzmaradvány mértékét és annak felosztását is meghatározta a testület. Ez szerint az akaratjai levállást vizsgáló bizottságnak már korábban megígért 5 millió forintot ebből a keretből biztosítják. 67 millió 835 ezer forintos pénzmaradvány, ebből 12 millió 776 ezer forintot fogunk felosztani a következőképpen. 5 millió forintot az akaratja leválását előkészítő bizottság fog megkapni az előkészítéshez szükséges dokumentumok és egyéb anyagok beszerzésére, és ennek a anyagi fedezete lesz az 5 millió forint. A locsolóvíz üzemeltetésre a tavalyi évből 1 millió 809 ezer forint maradt, azt hoztuk át pénzmaradványként az idei évre, ami szintén a locsolóvíz hálózatnak a fejlesztésére, karbantartása és üzemelésére lesz fordítva, illetve 5 millió 520 ezer forint mellett döntött a képviselőtestület, hogy a hitelállományunkat ezzel az összeggel csökkentsük. Arról is határoztak, hogy az 5 millió forintos keret terhére a legolcsóbb árajánlatot adó ügyvédi irodát bízzák meg, a leválás jogi előkészítésével és felügyeletével. A kicsit több mint 2,5 millió forintos árajánlatot adó jogászt javasolt a településrészi és az előkészítő bizottság is. Az ülésen beszámolt a területi szociális szolgáltató az elmúlt év tevékenységéről. A dokumentumot elfogadta a testület, és határozatban köszönte meg az intézmény munkáját.